Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy üzenet a Bibliából. Nem csak bibliai üzeneteim vannak, hanem napok óta kapok képeket. Én ezt nem tudom befolyásolni, de úgy látom most a dolgokat, ha becsukom a szememet, látok előttem egy képet, és ez olyan, mint egy képes lap. A képek nem mozognak, hanem tényleg hasonlít egy képes laphoz, és én úgy gondolom, hogy ez egy üzenet nem csak nekem, talán neked is. A mai napon kaptam két képes lapot, és elmondanám, hogy mi volt rajta. Az első képes lapon volt egy hölgy, de én csak hátulról láttam, tehát nem láttam az arcát. A hölgy előtt volt egy fal. Én úgy gondolom, hogy ez jelenti a korlátozásokat, vagy ez a hölgy nem lát át a dolgokon, nem tudja hogyan tovább. Ott van előtte ez a fal, mást nem is vesz észre. Viszont van lehetőség, hiszen a fal mellett volt egy alé, úgy bal oldalon. Nem tudom magyarul, hogy mondják alé. Ez egy olyan keskeny út, jobbról, balról vannak fák. Gyönyörű volt ez az út. És én úgy láttam a képes lapon, hogy a faltól indul ez az út. Tehát van egy kiút, van egy lehetőség, és ez az út egy városhoz vezetett, a városnak a szélét láttam, de nagy volt a vidámság, emberek voltak ott a városban, tehát lesz egy kiút, javulni fog a helyzet, így értelmeztem a képes lapot. Hogy látod te ezt? Leírhatod nyugodtan a kommentárba. A második képes lapon volt egy fehér színű szekrény, de a szekrény tetején, ott bal oldalon a sarokban, az nem volt olyan szép, hanem ott hiányzott egy kis fa a szekrény tetejéről, tehát nem volt ez a szekrény olyan új, hanem ilyen régi szekrényről volt szó. A szekrényben voltak ruhák, a szekrénynek nem volt ajtaja. És a szekrény tetején volt egy szám, bele volt vésve a fába, mégpedig 1572. Én úgy gondolom, hogy ez utalhat a múltra, hogy például ebben az időszakban éltünk, vagy ezek a ruhák a szekrényben emlékeztetnek erre az időszakra. De ez a szám jelentheti az egyes szám, ami énünket, az ötös szám a külső kapcsolatokat, a hetes szám az összefügg a hold energiájával, ahol álmokról, tervekről van szó, és a végén a kettes szám utalhat egy párkapcsolatra, vagy bizonyos szerződésekre is. A szekrény előtt állt egy hölgy fehér ruhában, olyan volt, mint egy menyasszonyi ruha. Lehet, hogy visszatér ebből a régi időszakból egy szerelem, és ebből lesz egy eljegyzés vagy házasság. Tehát itt lehetnek régi emlékek is, és erre emlékeztet ez a régi ruhás szekrény, amit javítani kell, hiszen a bal oldalon, ott fent a sarokban, ott ki kellene javítani még valamit. Hogy értelmezed a képeket, leírhatod a kommentárba, köszönöm szépen. És most kinyitom a Bibliát, és megnézzük, hogy mi a mai üzenet. Az életed megy tovább. Megvan az erőd ahhoz, hogy kiépíts valamit.
félj a jövőtől, de éld a napokat. Minden nap érezd úgy magad, mint egy gyermek. A Jóisten szeret téged, és te érzed ezt a szívedben. Valaki szeretne találkozni veled, mert látni akar téged. Miért van ez a háború? Itt arról van szó, hogy ki hol uralkodik. Ami a népeket illeti, sokan sírnak, de visszatér a béke, a barátság. Ebben a háborúban mindkét oldalon nem tudják, hogy hogyan tovább. Itt nem lesz királyság, itt veszteség lesz mindkét oldalon. Te nem ezen a területen élsz, tehát inkább azzal foglalkozz, ami téged illet, a te saját életed. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!